Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Belvárosi Múzeum időszaki kiállító termében. A mai napra a mesélő tárgyakkal, úszógumikkal, illetve azok ősével készültem. Az úszás, mint sportforma, nyilván a korábbi években nem volt annyira elterjedt, mint manapság, tehát nem tudott az emberek olyan nagy merítése úszni a vízben, vagy fennmaradni, és ezért szükség volt bizonyos eszközökre a vízen tartózkodásra, és ez hévízen ugye kiemelt jelentőséget kapott. De azért is nagyon fontos, hiszen a hévízi víz az nem sportolásra ajánlott, hanem kifejezetten arra, hogy ott a vízben tartózkodjanak az emberek, tehát nem intenzív mozgásra, hanem csak a vízben való lazulásra ideális. Így a mai napig is találkozhatunk fürdővendégekkel, akik a városban, akár télen is sétálva, úszógumikkal jönnek-mennek a hévízi tó és a város, illetve a szálláshelyük között, és ezt elevenítette föl egyébként a múzeum 2018-as kiállításán, ez egy szabadtéri kiállítás volt, amikor is Karnics Tibor, helyben élő képzőművész karikatúráit tekinthették meg a város különböző pontjain az itt élők és az ide látogató vendégek, és itt különböző szituációkban jelenítette meg ezt az ikonikus úszógumit, ami a városban mindig felbukkan. Nos, ennek az úszóguminak azonban voltak előzményei. Ugye nagyon fontos volt, hogy az emberek fent tudjanak maradni a víz tetején, és ehhez különböző segédeszközöket vettek igénybe, és ezeknek egy része fából készült, aztán később pedig gumiból. Amiről nagyon keveset tudunk, a mai korban és így a múzeum birtokában nincs is ilyen tárgy, az pedig nem volt más, mint egy hólyagnak nevezett textil, amit anginból készítettek. Ezt az angint megtöltötték levegővel, összetekerték, és erre támaszkodva mentek be a vízbe, és ez mint egy párna tartotta fenn az embereket, ez sokkal kényelmesebb volt, mint ezek a fakeretek, amikről majd mindjárt szót ejtünk. Egyetlen képet találtunk a múzeumban, ez Szarka Lajos könyvében látható, ahol is egy hölgy lebeg egy ilyen úgynevezett hólyagon. Azonban térjünk akkor át ezekre a fa keretekre. Kétféle formáját, illetve pontosabban háromféle formáját ismerjük ezeknek a fa kereteknek. Az egyik itt látható ezen a képen, itt tudunk évszámot is, ez 1939. szeptemberében készült ez a fotó, és itt látható egy olyan fa keret, amiben így bele lehetett kapaszkodni, és akkor azzal lehetett a vízen lebegni, ez akár 2-3 személy részére is lehetővé tette, hogy a vízben tartózkodjon. De ugyanennek a keretnek van egy zárt formája is, amikor egy teljes keretben merültek a vízbe, úgy szintén ugyanebben a könyvben látható ez a fotográfia, ahol egy hölgyet láthatunk ebben a, mint egy képkeret, hasonló fa keretben lebegni a vízen, amikor is összeálltak egy fotó erejéig. Láthatjuk, hogy ezeknek a fotóknak milyen sok hasznát vesszük, hiszen ugye a korábbiakban már esett szó erről. És akkor a másik formája pedig, ez a kereszt alakú fa keret, vagy hát fa úszógumi, ami itt látható az asztalon, a víz már ezt elég rendesen megette. És itt látható, hogy így a négy oldaláról tudtak többen is belekapaszkodni ebbe a fa keretbe. Itt van egy másik fotó róla. És akkor ez több ember vízben tartózkodását tette lehetővé. És akkor aztán ugye az 50-es évek felé elterjedtek ezek a fekete gumibelsők,
amikor én még gyerek voltam, a 70-es, 80-as években, akkor még javában ezzel sétálgattak, itt a szotbe utaltak a csíkos fürdőköpeny, és mindenkinek a vállán volt egy ilyen fekete gumibelső, hiszen akkoriban ezt használták a fürdőzéshez, sőt, lehetett is kölcsönözni ilyen belsőket a hévízi tavon, ugyanúgy, ahogy ma is lehet, ezeket a korunkban divatos polifóm anyagból készült úszógumiszerű, ki minek nevezi, eszközöket a fürdőben kölcsönözni. És akkor néhány szót még ejtsünk arról, hogy a vízben még elhelyeztek úgynevezett pletykapadokat is, és ezek a pletykapadok azért érdekesek, hogyha megtekintjük itt ezt a két fotót, ugyanabból a nézőpontból készült mindkét kép, különböző időpontokban nyilvánvalóan. Az egyik egy a tó nagyon alacsony vízállásánál látható, itt alig érik el ezeket a fa kereteket, amire fel lehetett kapaszkodni, és ott kellemesen el lehetett tölteni az időt. És a másik képen pedig csak onnan tudjuk, hogy ez a pletykapad, mert hogy ide van írva a képre, tehát a képkészítője 1970-ben ráírta, ez egy magas vízállásnál van, és itt csak az embereket láthatjuk, ahogy üldögélnek és időznek ezekbe a pletykapadokba kapaszkodva, vagy arra ráülve. Hát én ennyit szerettem volna ma önöknek elmondani, és akkor most már a mai nap nyitva van a tó néhány napja, úgyhogy látogassák meg önök is, és élvezzék ezt a csodálatos vizet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.